Jó reggelt kívánok 2024. február 28-án, szerdán. Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi mennyei atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Imádkozzunk. Mindenható mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által. Köszönjük neked azt, hogy ennek a munkahétnek a közepéhez érkezhetünk ezzel a nappal. Köszönjük azt, hogy egyre inkább láthatjuk, hogy hogyan újul meg a természet, hogyan indul újra az élet, és ez sok tekintetben minket is örömmel tölt el. Arról tesz bizonyságot, hogy te az életnek az ura vagy, és az életnek az Istene vagy. Kérünk Istenünk, segíts nekünk abban, hogy ne keményítsük meg a szívünket, hanem akarjunk rád figyelni, akarjunk a te utadon járni. Köszönjük azt, hogy olyan sok mindennel biztosítasz minket arról, hogy szeretsz bennünket, a mi életünkben is teszel jeleket és csodákat. Köszönjük, amikor ezt észrevehetjük, és köszönjük azt, amikor úgy érezhetjük, hogy egészen személyesen nekünk szól a te igéd és megszólítasz. Ha jónak látod, tégy így most is, Szentlélek Isten, kérünk, szólíts meg bennünket, az Úr Jézus Krisztus érdeméért. Amen. A mai napra rendelt új szövetségi igeszakaszt olvasom, a János írása szerinti evangélium 12. részéből, a 37. verstől a 43. verssel bezárólag a következőképpen. Noha ennyi jelet tett előttük, mégsem hittek benne, hogy beteljesedjék Ézsaiás próféta szava, amely így hangzik: Uram, ki hitt a mi beszédünknek, és az Úr karjának ereje ki előtt lett nyilvánvalóvá? Azért nem tudtak hinni, mert Ézsaiás ezt is mondta. Megvakította a szemüket, és megkeményítette a szívüket, hogy szemükkel ne lássanak, és szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Ezeket mondta Ézsaiás, mert látta az ő dicsőségét, és ő róla szólt. Jól lehet, a vezetők közül is sokan hittek benne, mégsem vallották meg ezt a farizeusok miatt, nehogy kizárják őket a zsinagógából. Mert többre becsülték az emberektől nyert dicsőséget, mint az Isten dicsőségét. Eddig a felolvasott ige szakasz. Kedves testvérek, az elmúlt nap hallhattuk azt, hogy Jézus beszél még utoljára nyilvánosan, ahol felhívja a figyelmet arra, hogy addig kell keresni őt, amíg megtalálható, majd ezután, mint egy jelképesen lekapcsolja a reflektorfényt és visszavonul, és innentől kezdve már inkább csak a tanítványok felé fordul. Ezt magyarázza meg János, amikor itt elmondja, hogy mi is történik. Egyrészt Jézus jeleket tett, amikor annak idején megkezdi a munkálkodását, és elkezdi magyarázni az írásokat, akkor azt kérdezik meg tőle, hogy ugyan milyen jelet tudsz mutatni. Jézus pedig azt mondja, hogy milyen hitetlen ez a nép, ha jeleket nem láttok, nem hisztek. Mégis ad jeleket, nem is keveset. Ha visszagondolunk akár a kánai mennyegzőre, akár arra, hogy hogyan nyitja meg egy születése óta vaknak a szemét, egészen odáig, ami nem régen még napi ige is volt, Lázárnak a feltámasztása, amikor a halott tér vissza az élők közé, és lehetne még sorolni olyan jelek, amelyek egyértelműen mutatják, hogy Jézus a Krisztus, ő a messiás. De ez csak azok hajlandóak elfogadni, akik nyitottak, akikben legalább egy minimális nyitottság van, és nem eleve elzárkóznak ettől az üzenettől. A farizeusok ezt teszik. Meg sem akarják hallani, meg sem akarják látni, mert annyira gyűrölik már Jézust. Az a baj, hogy a jelek ellenére sem hisznek. Miért? Azért, mert kemény a szívük. De miért kemény a szívük? Hát azért, mert azt olvassuk Ézsaiásnál, hogy majd ő neki az a feladata, Ézsaiás prófétának, hogy megkeményítse a népnek a szívét, megkövérítse a népnek a szívét, bekösse a szemét, hogy látván lássanak, és ne ismerjenek, halván halljanak, és ne értsenek. Akkor hát joggal merül fel a kérdés, hogy ha egyszer Isten akaratára keményedik meg a szív, és dugul be a fül, akkor ki a hibás érte? Hát nem Isten? Nem ő keményítette meg végső soron a szívüket?
vagy ott a fáraó, aki megkeményíti a szívét, és a 9 csapás ellenére sem hajlandó elengedni a népet. Akkor ki a hibás? Hiszen a fáraó is csak eszköz, nem? Az az igazság, hogy a saját személyes felelősségünket nagyon könnyen ráhárítjuk Istenre, és azt mondjuk, hogy én nem tehetek róla. Én már csak ilyen vagyok. Én ezen nem tudok változtatni. Ahelyett, hogy azt mondanánk, ilyen vagyok, és nem akarok változtatni. Akarati síkon dől el. Ha egy mágszemnyi hajlam van bennem arra, hogy változtassak, akkor már jó úton vagyok. Nem mondhatjuk azt, hogy valakinek Isten keményíti meg a szívét, mert ez egy hosszas folyamat, nem egyik pillanatról a másikra történik, hanem amikor oly sokszor szólít már az Isten, lehetőségeket kínál, akár gyülekezeti alkalmak által, akár az igéje által, akár úgy, hogy léptennyomon belefutsz egy-egy olyan posztba, ami róla szól, de túllapozol, nem érdekel, nem mész el arra az alkalomra, akkor te saját magad keményíted meg a szívedet. Az első lépés lehet az, hogy kéred, Isten munkálja ki az akarást. Ő legyen az, aki segít abban, hogy akarjak közelebb kerülni hozzá. Mert a böjt végül is erről szól, hogy Istenhez akarok közelebb kerülni. Ezért hát nincs jogunk Istent hibáztatni azért, ha megkeményedik valakinek a szíve, vagy bedugul a füle. De lehet kérni, hogy ez az állapot ne legyen maradandó, hogy ezen változtasson ő maga az Úr. Sokszor igazából azok kérik ezt, akiknek már nyitott a szívük és a fülük, és azokért kérik, akik még távol vannak az Úrtól, akiknek még kemény a szívük, és be van zárva a fülük. Ezt, hogy megkeményíteni, eredetileg az első jelentésében az, hogy mészkő, tufa. Mint hogyha valaki kőszívű lenne. Olyan kőszívű, amin nem hatol át semmi. Nem pusztán sziklaszív, hanem olyan kőszív, amelyik nem is akar érezni. Mert hogy átvitt értelemben a megkeményedett szívnek az a jelentése, amikor valaki vonakodik, és nem akar Istenre hallgatni. Itt azt olvassuk, hogy sokan hittek benne. Noha sokan hittek benne, mégsem vallották ezt meg a farizeusok miatt. Nem elég hinni Istenben, hanem a hitünkről vallást is kell tennünk. Azt mondja az Úr Jézus Krisztus, aki vallást tesz én rólam az emberek előtt, arról én is vallást teszek az én mennyei atyám előtt. Itt a kérdés az, hogy kinek akarok tetszeni. Úgy zárja, hogy azért nem tettek vallást még a vezetők közül sem sokan, mert többre becsülték az emberektől nyert dicsőséget, mint az Isten dicsőségét. Tulajdonképpen többre becsülték az átmeneti kényelmet, talán a hatalmat, talán az elismerést, szök fontosabbá váltak attól, mintsem, hogy Isten mit szól hozzá. Talán emlékszünk még rá, hogy fel lehet és fel is kell tenni azt a kérdést, hogy mit tenne Jézus. Ha jön egy hitvallásos helyzet, mit tenne Jézus? Ha jön egy nehézség, mit tenne Jézus? Ha történik valami az életemben, mit tenne Jézus? Ha nagyon megkeményíti valaki a szívét, egyre nehezebbé válik a megtérés. És ilyenkor a Szentléleknek kell összetörnie az embernek a szívét. Áldott könnyek azok, amelyek a bűnbánatnak a könnyei, még ha nagy fájdalommal jár is. De ez az összetörettetés az, amely az igazi gyógyulás és megújulás felé vezet. Ténylegesen így van, új szívet adj, Uram, én nekem. Ez valahogy olyan, mint amikor a pogány százados is felismeri, nagypénteken a kereszt tövében. Bizony, ez csak ugyan Isten fia volt. Amikor rájövök arra, hogy az egészet elrontottam, hogy nem így kellett volna. Ha Isten kimunkálja, akkor ez jó hír. Mert igaz, hogy fájdalommal jár, igaz, hogy talán hosszú az út, de az egyetlen, amely az Úr Jézus Krisztuson keresztül az Atyához vezet. Mit tehetünk hát ma? Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. Engedd,
hogy Isten átformáljon. Amen. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, arra kérünk, ne keményítsd meg a szívünket, ne dugd be a fülünket. Adj nekünk olyan akaratot, hogy amely te hozzád akar napról napra közelebb kerülni. Bocsásd meg, amikor elszúrjuk, bocsásd meg, amikor nem sikerül, s te add, hogy ma jobban menjen. Kérünk így, áldj meg bennünket. Vigyázz mindannyiunkra, akár úton legyünk, akár biztonságos helyen. Egyedül nálad vagyunk igazán biztonságban. Kérünk, szent lelked által vezess mindannyiunkat. Ha jónak látod, te adja betegeknek minél előbb gyógyulást, te szüntesd meg a háborúkat. Köszönjük, hogy kirendeled a mindennapi kenyeret. Kérünk, rendeld ki a mindennapi lelki kenyeret is. Add, hogy a te igédnek ne csak meghallói, hanem megtartói, megcselekvői is legyünk. Köszönjük, hogy az Úr Jézus Krisztusért meghallgatsz minket, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A békesség Istene pedig szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, fedhetetlenül, a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhív erre titeket, és ő meg is cselekszi azt. Amen. Áldott napot mindenkinek!